Városi Televízió információs műsora. Minden hétfőn, szerdán, pénteken 19 órától. A város híreivel, eseményeivel. November 20-án szerdán Önök a Városi Televízió Pécs Ma című műsorát látják. Jó estét kívánok! Röviden néhány hír és esemény városunk elmúlt két napjának életéből, híradónk ma esti témáiból. Gazdálkodj okosan a jövőnkért, konferencia az önkormányzatok finanszírozásáról. Őrizetbe vettek egy pécsi rendőrtisztet. Ma búcsúztatták Héja Sándor színművészt. Pécs megyei jogú város önkormányzata holnap reggel 9 órától tartja soron következő ülését. A 30 pontból álló napirendi javaslatban szerepel többek között a Tettye-Havihegy, illetve a Dömörkapui Sziklagyep karsztbokorerdő védetté nyilvánításának ügye és a város jövőévi költségvetési koncepciója. Szó lesz a Belügyminisztérium 1997-es pinceveszélyelhárítási programjáról. A céltámogatás elnyeréséhez a városnak saját forrást is biztosítani kell. A pécsi sportcélú ingatlanok helyzetéről, fejlesztéséről, külterületi művelődési házak átszervezéséről, a műszakilag felújítása szoruló és üresen álló lakások pályázat útján történő hasznosításáról, ingatlan értékesítésekről is tárgyalnak a képviselők a holnap reggel 9 órakor kezdődő közgyűlésen, amit a Városi Televízió ezúttal is élőadásban közvetít. A jövő évi költségvetésről, az önkormányzatok finanszírozási reformjáról tartottak három megye önkormányzati vezetői konferenciát Pécset. Gazdálkodj okosan a jövőnkért, ez volt címe a konferenciának, melyet a Magyarországi Önkormányzatokért Alapítvány szervezett. A konferencián résztvevő vezetők és gazdasági szakemberek első kézből kaptak friss információt a költségvetési törvénytervezetről, az önkormányzatok finanszírozási reformjáról, vagyongazdálkodásról. Az érdeklődés óriási volt, hiszen az önkormányzatok gazdálkodása erősen függ a központi költségvetéstől. A másik téma az önkormányzati vagyonhasznosítás, ezen belül az energiarészvények sorsa volt. A gázszolgáltatók privatizációjából visszamaradt 40%-nyi részvény, mely az önkormányzatokat illeti, nagyobb értékkel bír együtt, mint településenként elaprózva, állítják a szakemberek, akik a konferencián javasolták a helyi vezetőknek, hogy tartsák egy kézben a részvénypakettet. Közös részvényhasznosító társaságot hozzanak létre az önkormányzatok, tartsák egyben ezt a 40-25%-os csomagot, esetleg még bevihetik ide az egyéb tulajdon részüket is, más állam privatizált vállalatokból az önkormányzatoknál lévő tulajdonrészeket, és ezeknek a hasznosítása így minden önkormányzat számára nagyobb hozamot biztosíthat, mint hogyha külön-külön próbálnának akár a piacon megjelenni, akár a cégek életében részt venni. A baranyai, tolnai és Fejér megyei önkormányzatok már korábban megegyeztek abban, hogy december 31-éig külön nem adják el részvényeiket, közös hasznosításban gondolkodnak. A konferencián elhangzott, ez az utolsó nagy vagyonjuttatás az önkormányzatok felé, melyet az állam átad. A határidő felől döntés nincs, idén nem is várható, emiatt több település már pert indított. Ma 200 ezer mezőgazdasági dolgozó munkanélküli, az agrárágazat válságágazat. Az ellenzéki pártok november 22-e és 24-e között Gerezslakon rendeznek konferenciát a mezőgazdaság helyzetéről. Tudtuk meg a Magyar Demokrata Fórum tegnapi sajtótájékoztatóján. A jelenlegi kormány koalíciós megállapodása a mezőgazdaság fejlesztéséről beszél, ám eddigi munkája ennek az ellenkezőjét bizonyította, hangzott el a sajtótájékoztatót. A Magyar Demokrata Fórum szerint pillanatnyilag valamennyi közül a mezőgazdasági lobby a leggyengébb, holott több tucat TSZ elnökül a parlamentben. Célunk továbbá az, hogy elindítsunk egy pozitív folyamatot, melynek során az agrárium összefog, és egy mindenki által elfogadható mezőgazdasági programot, egy nemzeti agrárprogramot, egy közös nevezőt alakítunk, kifogadunk el. A gerezslaki találkozóra 3-400 embert várnak a Magyar Demokrata Fórum, a Fidesz Magyar Polgári Párt, a Baranya megyei gazdakörök szakértői. A találkozó mottója a hogyan tovább mezőgazdaság. Célja a jelenlegi kormány kritikájának megfogalmazásán túl az, hogy a résztvevők közös agrárpolitikai álláspontot alakítsanak ki. A Magyar Demokrata Fórum nyilatkozatot adott közre a garéi hulladék ügyében. Eszerint az elhelyezett vegyi anyagok összetételük miatt katasztrófa szélére sodorták a térség mezőgazdaságát és idegenforgalmát, valamint a lakosság egészsége is veszélybe került.
Mindezek miatt a párt azonnali intézkedéseket követel. Addig, amíg a BVM nem szállítja el a veszélyes hulladékot és a szennyezett talajt, a párt követeli, hogy a területet haladéktalanul izolálják el környezetétől, hogy a klórbenzol ne tudjon tovább terjedni. Az MDF szerint a környéknek sem klórbenzolra, sem égetőműre nincs szüksége. Megoldás a dorogi megsemmisítés lenne. A párt szerint, ha a BVM ezt nem teszi meg, akkor az államnak kell a szállítást megoldania. Befolyással való üzérkedéssel gyanúsítanak egy rendőrtisztet Pécsett, az illetőt kedden őrizetbe vették. Az ügy részleteiről a Baranya megyei főügyészségen tartott sajtótájékoztatón számoltak be. A Baranya megyei főkapitányság hadnagya az általa vizsgált bűncselekmény egyik szereplőjétől 5 millió forintot kért. Arra hivatkozott, hogy ezzel a pénzzel két ügyészt kell megvesztegetnie azért, hogy az illetőt ne tartóztassák le. A rendőrtisztet akkor fogták el, amikor átvette a pénzt. A képen látható férfi egy betörő trió egyik tagja. Néhány napja fosztottak ki egy lakást a Diósi út környékén. Tudtuk meg Nagy János detektívtől, aki elmondta azt is, hogy a tulajdonos tetten érte az elkövetőket, akiknek sikerült azért jelentős összeggel elmenekülniük. Aki ráismer a feltételezett elkövetőre, jelentkezzen a 07-en. Új galériát nyitott adásunk előtt nem sokkal Pécsett a Közelítés Művészeti Egyesület. A Mátyás Király utcában lévő kiállító helyiségben nem a hagyományos értékrend dominál. Az egyesület baráti kapcsolatokból jött létre másfél évvel ezelőtt. Eddig kiállítások, alkotótáborok szervezésével foglalkoztak tagjaik, egyetemisták. A galériát a hagyományoktól eltérően nyitották meg. Sajátos helyzet állt elő, hogy ez egy galéria, és tulajdonképpen nem kiállítással nyílik a hagyományos értékek szerint, és ezek nem műalkotások. A bemutatott tárgyakat az egyetemisták készítették és gyűjtötték össze, minden darabhoz egy személyes élmény fűződik. Nagy jelentősége van annak, hogy a városban a nagyon kiválóan működő és erényes kiállítási vállalkozások között van egy olyan, amely ellenpontként tud szolgálni valamelyest, hiszen rendkívül sok friss, ezért fésületlen, rendkívül sok talányos, ezért gondolkodásra késztető alkotást lehet majd itt látni, és úgy gondolom, hogy minden valamire való kulturális vállalkozásnak ez tartalma kell, hogy legyen. Családja, barátai, tisztelői, pályatársai búcsúztatták ma délután Héja Sándor színművészt a pécsi központi temetőben. A Pécsi Nemzeti Színház vezető színészét, Marosvásárhelyt helyezik örök nyugalomra. A legendás Harag György rendezte Sütő András drámák őse, az erdélyi és a magyarországi színjátszás jeles alakja 24 évig játszott a Kolozsvári Magyar Színházban. 1987 óta él Magyarországon, az akkori erdélyi politikai viszonyok miatt kényszerült emigrációba. Attól félek, mondta búcsúzó beszédében a barát, pályatárs, jeles erdélyi rendező Kincses Eremér, hogy egy erdélyi magyar színész sehol sincs otthon. Héja Sándor két ország színésze volt. Két országban nem volt, vagy ki tudja, volt otthon. 1987-ben Hamlet monológiával búcsúzott Kolozsvártól. Ma Sütő András mondatát idézték a gyászolók. Itt állok, másként nem tehetek. Héja Sándor közép-európai magyar színművész itt állott, és itt állott helyt, amíg tehette. Ma utolsó útjára indult szülőföldjére, Marosvásárhelyre. Kedves nézőink, Önök a Városi Televízió híradójának szerdai kiadását látták. Szerkesztőségünk új hírekkel legközelebb pénteken este 7 órakor jelentkezik. Én valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Az ország legnagyobb műszaki cikk üzletlánca. A kínálatban megtalálható mindaz, ami az ön otthonát háztartását teljessé kényelmessé teszi. A háztartási gépektől a szórakoztató elektronikán át a lakásvilágításig. Vezetékes és mobiltelefonok, Vestel 900 értékesítés. Mindig más-más akciók, jelentős árengedmények, csereakciók, ingyenes házhoz szállítás. OTP hitelnél a kamat felét a Keravi fizeti ön helyett. Audi, az intelligens választás. A modellcsalád új taggal bővült, az A3-assal. Az Audi A3-at azoknak szánjuk, akik egy kompakt, családi autóra vágynak, de nem kívánnak kompromisszumot kötni a biztonság, a kényelem és a technikai újdonságok terén. A kidolgozás minősége az egyik legjobb a kategóriában. A műszaki megoldások szintén élen járunk. Határozott vonalaival, markáns egyéniség. Az Audi A3-at közelebbről is megismerheti a Vörös Autóházban, Pécsen, a Megyeri út 80-ban. Az igazi otthont az ünnepek alatt is az igényes, harmonikus textil teszi neveké. Az új otthon lakás textil üzlet a Citrom utcai Passzázs üzletház első emeletén a belváros legnagyobb választékát kínálja. Európa legnagyobb textilgyáraiból antik és modern bútorszövet és bútorvászon különlegességek, függönyök, sötétítő függönyök, s meg annyi kiegészítők, melyekkel emelheti otthona és az ünnep hangulatát. A nálunk vásárolt anyagokból saját varrodánk segítségével megvalósítjuk elképzeléseit, hogy az ön lakása legyen más, mint a többi. Új otthon lakás textil Pécsett a Citrom utcai Passzázs üzletház első emeletén és otthon 2000 a Nagy Lajos király útján. A Pécsi Városi Televízió Centromédia reklámirodája a magánszemélyek, a cégek és az intézmények szolgálatában áll. Széleskörű televíziós reklámszolgáltatással, korrekt üzleti ajánlattal, elérhető árakkal, korszerű technikai berendezésekkel, a reklámszakmában elismert szakemberek segítségével, reklám és referenciafilmek készítésével, számítógépes animációval, hatékony megjelenési formát biztosít minden megrendelőnek egyéni igényszerű. Legyen a partnerünk, Centrum Média reklámjában. Az esti éjszakai órákban borult lesz az ég, és szinte mindenütt várható eső, zápor eső. Az éjszakai lehűlés még nem lesz jelentős, reggel 2-7 Celsius fok várható. Az erős déli szél fokozatosan fordul nyugatira, majd északnyugatira, és továbbra is erős marad. Holnap az eddiginél is hűvösebb idő várható, maximum 5-10 Celsius fok lehetséges. A felhőzet néha felszakadozik, de futó zápor kialakulhat. A kén-dioxid koncentrációja a város északnyugati területein és a belvárosban több alkalommal meghaladta a 30 percre vonatkozó egészségügyi határértéket. A nitrogén-dioxid és a szénmonoxid mennyisége az előző napokhoz viszonyítva jelentősen megemelkedett, de sem a rövid idejű, sem pedig a 24 órás egészségügyi normát nem haladta meg.